A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk a tej, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy hazánkban egyre komolyabb problémát jelent az infláció, az elszálló árak, az elmúlt évekre jellemző költségnövekedés minden ágazatban megnehezíti a dolgozók helyzetét, és hát ne legyenek illúziunk, további romlást jelez előre. Ezért aztán ma a tej a fontos, hiszen életerő egészség. Vendégem Istánfalvi Miklós, a tejtermék tanács elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm is a nézőket. Nos, hát az input költségekről mondtam néhány szót a bevezetősben, de különösen a takarmányozás a drasztikus növekedése is súlyos kihívást jelent, de emellett azért itt van a emelkedett a gáz, a villamos energia, a logisztika, a disztribúciós költségek, csomagolóanyag és az egyéb input anyagok ára is. Hogy birkózik meg ezzel az ágazat? Menjünk sorban. Hát a tejtermelőkkel kezdjük, akkor a tejtermelők rendkívüli áremelésre kényszerülnek. Persze kinek a szerződése szerint, ugyanis a bejövő költségeik azok nagyon nagy mértékben emelkednek. Hát csak a takarmányt nézzük, amelyiknek a nyerstej önköltségében 60-70%-os részesedése van. A fehérjehordozók ára több mint 50%-kal emelkedett, van, amit nem is lehet kapni, vannak olyan fehérjehordozók, amit időlegesen lehet kapni, van, amelyeket le kell kötni hosszú távra, egy évre, és folyamatosan még mindig emelkednek az árak, ugyanakkor az abraktakarmányoknak az ára is emelkedik. Hát ez a növénytermesztőknek természetszerűleg jó, meg szükséges is, mert egyébként is ott is a növényvédőszer árak, illetve a műtrágya árak rendkívül mértékben emelkednek, de a szarvasmarha tejelő állománynál a takarmányzás nagy része az a tömegtakarmányból áll, tömegtakarmány, tehát síró szenás készítés. Ezeket ugye az állattal etetjük meg. Voltak olyan számítások, hogy megéri egyáltalán még síró kukoricát termelni és megetetni az állattal, illetve mondjuk rozsot állattal etetni területeken. És hát ugye vannak már olyan számítások, amik szerint egyértelműen jobban járna a gazda, ha a kukoricát, búzát értékesíteni, mint hogy beleteti az állatba. Szerencsére a tejtermelőnek, meg mondjuk a feldolgozónak, hogy egy keresleti piac alakult ki a tejtermékek vonalán, tehát az áremelésnek nincs akadálya. Ha az áremelésnek mondjuk lenne akadálya, mert hogy nincs keresleti piac, akkor nagyon sokan kénytelenek lettek volna abba hagyni, vagy pedig átállni mondjuk növénytermesztésre, mert ott van jövedelem, itt pedig kevésbé. Mivel az egész Európai Uniós piacon és így a magyar piacon is keresleti piac van, ezért az áremelkedéseket ugye késletetett formában, de a tejtermelő tudja érvényesíteni általában a tejfeldolgozók fele, és a tejfeldolgozók pedig az áruházláncok fele. Tehát ezt már mondhatjuk, hogy a mostani ár, eurós ár, az közelít a nyugatihoz? Hát még ezt nem mondhatjuk, a magyar árak azok az Európai Unió 27-es listájának az utolsó harmadában vannak. Hát ebbe azért belejátszik a forint romlása is, ugye, mert euróban nyilván tartott árról beszélünk, és ugye mivel a forint jelentősen romlott az utóbbi fél-egy évben, ezért ez is rontotta a pozíciót, de az viszont állítható, hogy folyamatos nyerstejár emelkedés van a piacon, és ugye ennek következtében a élelmiszerboltokban is ez a vásárlóknak gondolom nem nagyon tetszik, mert egy másik oldalon ugye vásárlók is vagyunk, de hát azt tudomásul kell venni valamilyen szinten, hogy a költségnövekedéseket érvényesíteni kell, mert anélkül nem működik a gazdaság, tehát önmagában egy tejtermelőtelep is a nyereségért dolgozik, és őnek is eredményeket kell elérni. Mielőtt folytatnánk, egy kicsit essék szó, a koronavírus járvány okozta nehézségekről, ez mennyiben terhelte meg a tejtermelést? Hát költség oldalról megterhelte, de ugye ez,
Ez már egy éves történet, tehát az utóbbi időben azért ez már elég szépen kezelve volt. Az elején voltak komolyabb problémák a fuvarozással, az export kiszállításokkal, a csomagolóanyag beszerzéssel, különböző input anyagok beszerzésével, mert ugye hát attól függően, hogy melyik országból került ez beszállításra, és ott milyen előírások voltak, és ezt a, hogy lehetett teljesíteni, ez okozott nehézségeket, de azt el tudjuk mondani így utólag, hogy az ágazat összességében ezt a problémát elég jó kezelte. Ez időszak alatt is emelkedett a magyar tejtermelés, magyar tejfeldolgozás is, és az áruházláncokban sem volt termékhiány. Gáz, villamos energia, árváltozások. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb költségnövekedés minden bizonnyal ez okozta. Hiszen azért tudnunk kell, hogy ez egy fontos része a tejtermelésnek. Igen, hát rendkívüli mértékben emelkedett a gáz és a villamos energiára. Ugye a tejtermeléshez egyrészt hűtési technológia is kell, amihez áram kell, ugyanakkor kell fűteni és hűteni is, tehát rendkívüli energiafelhasználó a tejágazat. A tejfeldolgozókról nem is beszélek, mert ugye folyamatosan, ugye például a pasztorizálás folyamán föl kell menni 142 fokra a terméknek a hőmérsékletét, ugyanakkor meg ugye le kell hűteni a szállítási lánc miatt, tehát rendkívüli felhasználó a, ilyen értelemben az ágazat. Attól függően, hogy ki milyen szerződésben volt, és az mikor járt le, ugye, mert úgy is vannak ugye egyéves, meg több éves szerződések is, kötések, kit mikor ért, de most már mindenkit utolért ez a rendkívüli emelkedés, és ugye az a másik probléma, hogy igazán hosszú távon nem tudunk még mindig, hogy mi lesz ezen a költség, mi lesz ezzel a költség emelkedése, meddig fog tartani, hogy fog tartani. Hát ez is az input költségek emelkedésében jelentős szerepet játszik. Fontos kérdés nyilván az árstopp, tehát a 2.8-as tej árstoppja az miként hatott a piacra? Hát ugye ez nem egy nevezhető piaci intézkedésnek, ez egy tulajdonképpen beavatkozás volt a piaci folyamatokba, ami egy politikai döntés volt, amelyiket így a jelenlegi állás szerint ugye mostanában lesz róla éppen döntés, hogy hogy lesz ez, meg lesz-e hosszabbítva, hogy fog vonatkozni, kire fog vonatkozni. A 2.8-as tejnek az árstopja az tulajdonképpen annyi, tudunk mondani, hogy 70%-kal több 2.8-as tej fogyott azonos időszakban, mint egy éve korábban, tehát ez a termékfajtának a fogyasztása megnőtt, ugyanakkor a többi folyótejnek a fogyasztása arányosan csökkent, de összességében a folyó feldolgozott tejfogyasztásban nem volt csökkenés. Alkalmazkodtak hozzá a feldolgozók és alkalmazkodtak a kereskedők, tulajdonképpen a kereskedőknek kell a jogszabály szerint ezt lenyelni, ezt a békát, ugyanis a tejfeldolgozó elméletileg ártárgyalásan érvényesítheti az árát, ugyanakkor a kereskedő, meg hát attól függően persze, hogy mekkora üzemet, vagy mekkora létesítményt üzemeltet, kénytelen a költségnövekedést hát a más termékek árésének emelésével ugye érvényesíteni, mert ugye tulajdonképpen az is egy áremelés, csak nem a 2.8-as táján fogja érvényesíteni az ár emelkedést, hanem más termékeken. Ugye az tetten érhető, hogy a kisgazdákat mindig jobban sújtja ilyen értelemben az infláció. Ezzel számol a szakmaközi szervezet? Tehát a nagy gazdák azért valahogy kigazdálkodják, de a kicsik, mármint a tejtermelőknek is elég problémás egy ilyen krízis helyzet, ami ráadásul egymásra épül sok minden. Hát ez egyértelmű, hogy minél kisebb szervezetben dolgozik valaki, annál jobban érintik ezek a változások. Hát mi folyamatosan arra ösztönözzük a kis termelőket, hogy fogjanak össze. Egyrészt ugye a beszerzésekben, mert nem mindegy, hogy most én nem tudom, 500 kiló tápot veszek, vagy 5000 tonnát annak az árával kapcsolatosan. Tehát mind a beszerzésben, mind az értékesítésben az összefogás nagyon lényeges. Ebben
mindenképpen segítünk, de hát ezt a önmaguknak, a termelőknek kell eldönteni, hogy milyen szerveződésben szerezik be az alapanyagokat, illetve hogy milyen szerveződésén keresztül értékesítik a tejet. Hát sajnos most is van egy ilyen értékesítési probléma, itt a félegyházi tej esetében sok kistermelő elég nehezen tudja elhelyezni a tejét, mert ugye itt ilyen 5-6, napi 5-600 liter tejekről van szó, amiket úgy gyűjtik össze, és még mondjuk egy telepről, egy 400-500 telepről 15-20 ezer liter tej megy el egy naponta, itt meg 20 termelőtől megy ennyi két naponta. Ez egy jelentős probléma, de most is azon dolgozunk, hogy ezek a termelőknek a tejét el tudjuk helyezni a piacon. Egy kicsit bővebben beszélünk a takarmányárak növekedéséről, hiszen ez a tej önköltségének egy jelentős részét képezi. Ez mennyire, és ugyanezt azért szőjük bele a kicsiknél, és nyilvánvaló, hogy ez óriási problémát okozhat. Hát mindenképpen, mint ahogy már az interjú korábbi részében mondtam, tehát a fehérjehordozók, amelyek az intenzív hústemfrizállománynak a takarmányozásához szükségesek, azoknak ott az áremelkedés az 50% vagy a fölötti, és még mindig nem látjuk a végét, ugyanakkor az abraktakarmány emelkedése is, ezt lehet látni naponta, hogy még mindig emelkedőben van, ugye hát jelentősen bejátszott az ukrán-orosz háború, de azon kívül már azelőtt is már emelkedtek az ősziaknak, meg a kukoricának az ára is elég drasztikusan. Ugye többek között ott is az alapanyagok emelkedése miatt, és a piaci helyzet olyan volt, hogy folyamatos keresleti piac van ott is a növénytermesztési termékekre, és most nem régen egy rendezvényen, ugye szó volt arról, hogy mit tud tenni a termelő, hát nagyobb részt saját maga kell megtermelje a tömegtakarmányt, illetve az abraktakarmányt. Tejtermelés tulajdonképpen jó minőségű tömegtakarmány termelés szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen a tejtermelő ágazat egy nagyobb cégen belül, és ugye megfelelő mennyiségű és minőségű egyéb takarmányoknak is rendelkezésre kell állni. Esélyszó támogatási rendszerről, hiszen nyilvánvaló, hogy azzal, hogy a következő időszakban a kormány minden eddiginél magasabb pénzt szán, támogatási szintet szán az agrárágazatnak, ebből miként részesülnek a gazdák? Hogy lehet úgy pénzhez jutni, hogy kiegyenlítődjék a folyamatos árnövekedés, és ez valamilyen módon sikerül fejleszteni az ágazatot? Hát ugye az Európai Uniós piacra belépve a magyar gazdák is részesülnek támogatásba, ugyanis hogyha a környező országokban, illetve az Európai Uniós piac közös, és ott közösen működünk, akkor a támogatási rendszernek is ilyen szinten közösnek kell lenni, ugyanis hogyha egyik helyen lényegesen kevesebb a támogatás, mint egy más helyen, akkor ugye ott versenyhátrányba kerül az illető országnak a termelője. A tejtermeléssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a tejágazatot érintő támogatások mértéke az a Európai Unió átlaga fölötti Magyarországon, és úgy számolunk, hogy az elkövetkezendő időszakban sem lesz kevesebb. Ugyanakkor azért ezek még nem végleges lezárt tárgyalások, sem az Európai Unióban, sem pedig a magyarországi. Tehát az egyik oldalról, tehát az állatjóléti támogatások, a másik pedig a beruházási források is megvalósulhatnak? Igen. Mind a kettőre van jó lehetőség. A kilátások szerint ez meg fog valósulni, és egyéb iránt meg ez szükséges is ahhoz, hogy a magyar tejágazat a későbbiekben is versenyképes legyen, és ezeket a rendkívüli költségemelkedéseket fajlagos költségcsökkentéssel, tehát úgy értve, hogy egy tehintől több tejet termelünk, gazdaságosabban állítjuk elő a tömegtakarmányt, energiahatékonyságunkat javítjuk, ez mind beruházás kell. A beruházások és az és a hatékonyság növelése nyilván a minőségre is befolyással van. Mennyit változtak a vásárlói szokások, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy azért a régi időszakban volt a tej, és köszönjük, vaj, és így tovább. Ma már azonban végtelen a tárháza a tejtermékeknek, amelyel nyilván, ha uniósak
kitekintünk az unióba, lépést kell tartani itthon is. Hol állunk ebben a tekintetben? Fejlődtünk az elmúlt időszakban. Egyrészt Magyarországon emelkedett az egyfőre jutó tejtermékfogyasztás. Egy-két példát mondanék rá, például a sajtfogyasztás az elmúlt 5 évben az olyan 20%-kal emelkedett. Most ebben a pillanatban olyan éves szinten egy átlag magyar 9 kg sajtot fogyaszt el. Az Európai Unióban ennek a duplája az átlag, tehát van lehetőség még, tehát van példa arra, hogy ennél sokkal magasabb fogyasztást is el lehet érni. De például mondjuk a folyótejfogyasztásban nem vagyunk ennyire elmaradva az átlagtól, mert ott olyan 65 liter az éves fogyasztása egy átlag európai polgárnak, míg a magyar az olyan 57-58 liter körül fogyaszt. Ugyanakkor a vajfogyasztásban is emelkedett a fogyasztás, olyan 1,1 kg per év volt a fogyasztásunk, most meg több mint másfél kiló, és ez is egy ilyen 30-35%-os mennyiségű növekedés. Tehát itt értünk el előrelépést, ha úgy nézzük. Ugye az ajánlás az a napi fél liter tejnek a fogyasztását ajánlja azok a szervezetek, akik ugye ezzel foglalkoznak, és akik ebben szakértők. Persze most nem térek ki erre, abban kapcsolatosan a tej az a piacon, ugye a tejtermékeket vannak, akik támadják, és ugye a saját érdekeikben, illetve egyéb érdekek mentén növényitalok felé terelik a fogyasztást. És bár az emelkedik, azoknak a fogyasztása is, de a tejtermékfogyasztás sem esett vissza. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy a jelenlegi piaci helyzetben nincs veszélybe a magyarországi tejfogyasztás se igazán, de a tejtermelés az meg biztos nem. A prémium, ja, visszatérve erre, igen, csak hála Istennek most már a törvény kötelezi, hogy a tej az csak a valódi tej lehet. Tehát megszűnt az a felirat a különböző dobozokon, ami tejként árultak, nem tejet, növényi eredetű és a többit. Ugyanakkor a prémium termékekről kérdezném, mennyire terjedtek el Magyarországon, hiszen a tejből nagyon-nagyon sok egészen kivételes termék készíthető. Hát azt kell mondani, hogy itt is van előrelépés, de itt azért hátrányban vagyunk. Ami a legnagyobb speciális termékünk az a Túró Rudi. A Túró Rudi fogyasztása az töretlenül emelkedik, és még mindig nagyon jó nyereségtartalma van. Ez mondjuk annyiban speciális, hogy más országokba bár vittünk ki, meg ugye próbálták ezt értékesíteni, de valami oknál fogva a magyar ember eszi leginkább ezt a terméket. Ennek a fogyasztása is nőtt, meg a termelése is nőtt. Ugyanakkor a joghurtok, ízesített joghurtok, gyümölcs joghurtok előállításával kapcsolatosan érezzük úgy, hogy itt versenyhátrányban vagyunk a nyugati nagy tejfeldolgozókkal szembe, ugyanis egyrészt elég kicsi ez a magyar kapacitás, nem elég nagyok az üzemek ehhez, és például de vannak olyan külföldi üzemek, ahol egy üzemben több joghurtot gyártanak, mint Magyarországon 3-4-be. Itt van még behozni valónk, de tulajdonképpen, mint ahogy mondtam, minden termékcsoportban tudtuk emelni a fogyasztást, és akkor itt ugye kitérnék arra, hogy a félkemény a gyártásban, mivel ugye a forint eléggé gyöngült, és ez megnehezíti az importot, ennek következtében is, meg mi szerintünk a magyar sajtok minőségének javulása miatt is, a piacon 30%-os emelkedést értünk el, tehát a magyarországi mondjuk trapista sajt és félkemény sajt gyártást az elmúlt másfél évben 30%-kal tudtuk növelni belföldön. Ez jó arány nyilvánvaló. Viszont az árak mennyivel követik a minőség növekedését? Mert ugye tapasztaljuk értelemszerűen, hogy a már eddig elmondottak alapján az árak folyamatosan nőnek. Most ugye a 2,8-as tej az ástopp alatt van, viszont az összes többi nő. Milyen árnövekedés várható a közeljövőben? Hát amit látunk meg, amiről ön is beszélt, ugye az elmúlt időszak. Az elmúlt időszak
áremelkedéseit, tehát a statisztikai hivatal is, meg nekünk is vannak belső méréseink. Az szerint ugye nagyságrendileg átlagosan 30%-kal emelkedett az elmúlt egy évben, hasonló időszakban, mondjuk az egy 20. héten a tejtermékek ára, vannak különbségek, például a sajt az valamivel több, nagyobb mértékben emelkedett, ugyanakkor például a vajkrém az pedig alig érte el az 5-6% emelkedést árban. Mennyiségben, mint ahogy beszéltem róla, ugye a sajt mennyisége az nagyobb mértékben emelkedett, és azt látjuk az elkövetkezendőkben is, hogy ez az emelkedés fenn fog maradni, de az üteme az csökkenni fog, attól függően is, hogy mennyire marad fönn az Európai Unióval a keresleti piac, mennyire marad Magyarországon fenn a keresleti piac. Ugye azért ennek már vannak jelei, hogy a kereslet elkezdett csökkenni, már ugye nem forintban, mert a forintban mutató statisztikák mindig emelkedést mutatnak, de mennyiségben, május hónapban már mennyiségben kevesebb tejtermék lett valamivel értékesítve, mint egy éve korábban. És ugye hát itt a kérdés az, hogy a kereslet, tehát az embereknél lévő pénz, mondjuk azt mennyire fogják az elkövetkezendőbe ugye élelmiszerre fordítani, mert hogyha folyamatosan minden élelmiszer ára ilyen ütembe emelkedik, akkor eljön egy olyan pont, amikor ugye elkezd csökkenni mindenfajta élelmiszernek a fogyasztása, és ez attól függően, hogy ki milyen mondjuk fizetési kategóriában van, azért az nem mindegy, hogy a fizetése felét költi élelmiszerre, vagy mondjuk a fizetésének csak mondjuk a 10%-át. Tehát a kereslet valamilyen szinten korlátozó erőként fog föllépni az áremelésben, de ha kitekintünk, tehát az export révén nem látunk egyelőre fél éven belül olyan tendenciát, hogy ne lehessen érvényesíteni a indokolt költségnövekedéseket a piacon. Tehát ebben a kérdéskörben is egységesek, mármint hogy kapcsolódási pont a szaktárca, a terméktanács, a kereskedők és a termelők között? Megvan az egyetértés, vagy még ezen finomítani kell? Hát mivel ugye szerződések alapján működünk, szerződések alapján dolgozunk, és ugye, ha ugye azt nézzük, egy áruházláncnak és egy mondjuk egy feldolgozónak az érdekei, azok nem teljesen ugyanazok, mert már abban, hogy minél több terméket adjunk el a magyar piacon, abban mondjuk lehetnek azonosok, de hogy milyen áron, abban már nem, mert ugye itt egy verseny van. A feldolgozó érvényesíteni akarja az áremelést, a kereskedő ugye meg igyekszik ugye hivatkozva az ő hozzá bemenni fogyasztók érdekeire, illetve arra, hogy ezt a terméket már ilyen áron nem tudja eladni, hát ártárgyaláson. Ezek az ártárgyalások egy versenygazdaságban, ugye ezeken nem csodálkozik senki, de ugyanakkor mi a terméktanácsban, mint egy érdekegyeztető fórumban a tejtermelők, a tejfeldolgozók és a kereskedők érdekeit is igyekszünk összehozni, ugye, ami nem az ár megtárgyalásáról szól, hanem arról szól, hogy milyen lépésekkel tudunk tenni, például a covidos időszakban, hogy az áruházláncok is hozzájussanak a termékhez, csomagolóanyaghoz, egy más időszakban pedig egy támogatási tárgyalásos időszakban meg, hogy a tejfeldolgozók ahhoz, hogy versenyképesebb termékeket tudjanak előállítani a piacon, ahhoz milyen beruházási támogatásokat kaphassanak. Ezekben viszont közösen lobbizunk. Összességében tehát kimondhatjuk, hogy bizonyos értelemben függetlenül most az orosz-ukrán háborútól és a Covid-válság megoldása után jó úton járnak így együtt? Hát azt kell mondanom, hogy ezt így külső szemlélő, szeretem, hogy a külső szemlélő mondja azt, hogy jó úton járunk, és nem pedig mi. Mi úgy érezzük, hogy most például az idei évben már az összes áruházlánc, nagy áruházláncról beszélek, az összes áruházlánc tagja a terméktanácsnak, tehát utoljára lépett be a Lidl és a Spar. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez erőlerépés, ugyanakkor, ahogy ha piacot nézzük, akkor meg ott olyan eredményeket értünk el az elmúlt két évben, ami alapján
azt kell mondani, hogy a függetlenül Covid-tól, háborútól, költségnövekedéstől, de hozzátéve, hogy ebbe a keresleti piac és a környezet is hozzájátszott, közrejátszott, hogy érvényesíteni lehetett ezeket a költségnövekedéseket, de mindenütt eredményeket tudott elérni a teágazat. Nos, hát köszönöm szépen, és jó munkát kívánok Önöknek, hiszen ne feledjük, a tejre fontos, nagy szükségünk van. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én is köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem István Favri Miklós, a tejterméktanács elnöke volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.